A héten 99 éves korában hunyt el Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg. Haditengerész tisztként harcolt a II. Világháborúban. Az 50-es évek elején feleségét királynővé koronázták, akkor már parancsnokként haditengerészeti karrierje véget ért. Érdeklődése a repülés felé fordult, pilótaként különböző repülőgépeken és helikoptereken több mint 5000 órát repült. Közben királyi pilóta dinasztiát hozott létre. Három fia közül kettőt, Károly trónörököst és András herceget pilótává nevelte, amit unokái, Vilmos és Harry herceg is követtek. A képeken a brit királyi légierő 100 éves ünnepségén mind a négy pilóta képzettségű Windsor herceget láthatjuk a Buckingham palota erkélyén. Fülöp herceg akkor lábadozott. Videó összeállításomban Fülöp herceg tiszteletére a dinasztia hercegeinek pilóta életéből mutatok részleteket. Közfeladatainak ellátása során nagyon sok repüléssel kapcsolatos eseményen képviselte a királyi családot. Fülöp pilóta képzését merevszárnyú repülőgéppel kezdte, ahogy illett a brit birodalom egyik gyárából származó kiképző típust választotta. A képeken a de Havilland Chipmunk kiképző gépen repül, a minden pilóta életében felejthetetlen első önálló le- és felszállását végzi. A merevszárnyú pilóta szakszom elé gyorsan megszerezte a helikoptervezetői engedélyt is. Ő volt az első herceg, aki helikopterrel közlekedett a hivatalos királyi rezidencia a Buckingham palota udvarából. Hivatalos programjaira, családi hétvégekre és sokszor maga vezette helikopterrel érkezett. A királynő a királyi család skót hagyományainak és a szokásoknak megfelelően az Edinburgh hercege címet adományozta Fülöpnek. A királynő Fülöp herceg új szenvedélyét azzal honorálta, hogy kinevezte férjét a brit királyi légierő tiszteletbeli marsaljának. Fülöp jogosult a repülőgépén is 5 csillagot használni. Közszereplései során látogatta a légierőt, támogatta a brit katonai és polgári repülőgépek, helikopterek fejlesztését. A támogatás egyik formája volt a különböző típusok repülése is, hol a sajtó előtt, hol csak hirtelen vendégként meghívva az egyik pilóta székbe. Erről néhány példát később mutatnék. Fülöp herceg repülős túrákat is szervezett, ahol maga vezette a repülőgépét. A 60-as évek elején 40 napos dél-amerikai útra indult. Egyik pilótája Vilmos unokája feleségének, Katalin hercegnő nagyapja volt. A fiatalok akkor még nem is éltek, de a nagyapjuk talán repülés szerető feleséget kívánt leendő unokájának. A nemrég 99 éves korában elhunyt herceg híresebb repülése mindig valamilyen brit eseményhez vagy termékhez kapcsolódik. Inkább a polgári jellegűek kaptak nagyobb nyilvánosságot. Vezette a Concorde-ot is méghozzá berepülés során. 60-as években a BA légitársaság Stansted repülőtéren lévő kiképző részlegére látogatott. Fülöp herceg egy 75 perces bemutató repülés során átvette az irányítást a legújabb repülőgépen, a Trident-en, és 2 leszállást hajtott végre. A 80-as évek elején ellátogatott a Boeing gyárba, ahol a British Airways vásárolt az első Boeing 757-es utasszállító gépeit. A bemutató repülésen a kapitányi ülésbe ültették, és nagyon elégedett volt a géppel a repülés során. Thank you.
királyi családban a két nagyobbik fiú lett pilóta. A látogatásokon a kis hercegek közel kerültek a repüléshez. The Harrier jump jet. Itt éppen egy Harrier helyből felszálló vadász nézhet meg közelről Károly herceg a trónörökös. De korán ültek a hercegek pilótafülkében is, ahol az apjuk bemutatta, hogy a repülésben akadnak izgalmas szakaszok is. A felvétel nem eredeti, a Korona című sorozatban mutató. Károly herceg a trónörökös olyan helikoptert tanult meg vezetni, amit a Palota udvarán is láthatott. Családi hagyományoknak megfelelően helikopterpilóta kiképzést kapott. Katonai szolgálatát a királyi haditengerészet helikopterén töltötte. Károly herceg trónörökösként nem vehetett részt éles bevetésekben, nem úgy, mint az öccse, András herceg. András herceg a Falklandi háborúban egy repülőgép hordozón szolgált, mint helikopter másodpilóta. Éles bevetésekben is részt vett, túlélt egy rakéta támadást. Parancsnokai visszavonták volna a frontról, de a királynő ezt nem engedte. Később majd Vilmos herceggel látható Sea King helikopter típussal szállítási feladatokat, légimentés, tenger alatt járó felderítést és rakétacsali dobást végzett a háborúban. A Falklandi háború után a haditengerészetnél szolgált, több helikopter típus pilótája lett, végül parancsnokként szerelt le. András herceg a katonaság után is vezet helikoptert. A királyi családban a harmadik generáció hercegei is pilóták lettek. Károly herceg mindkét fia helikopterpilótaként szolgált a brit hadseregben. Vilmos herceg pilóta munkája iránt mindig nagy volt a család érdeklődése. Nagyapja és apja hercegek nyomában ő is a királyi légierőben szolgált, kutató és mentő feladatokat látott el. Leszerelése után pár év kihagyással még dolgozott egy évet egy kelet-angliai kutató és mentőszolgálatnál. Pilóta kiképzése merevszárnyú oktatógépekkel indult, majd megszerezte a jogosítást a helikopterre is. Nekem különösen kedves, hogy hidroplánként is bemutatta a Sea King helikopter képességeit. Kanadában nézők és a felesége előtt szállt vízre ezzel a típussal. Thank you.
Károly trónörökös másodszülött fiaként Harry herceg vadászpilóta kiképzést kapott Apache helikopteren. Lövész másodpilóta beosztásban repült, végül parancsnokként szerelt le 2013-ban. Kétszer volt Afganisztánban. Második alkalommal több éles bevetésben is részt vett, harcolt a tálibok ellen. Lőtt is, és átvette a helikopter vezetését is. Nyilván azért kapott engedélyt háborúban, harcban való részvételre, mert András herceghez hasonlóan a trón öröklési rendben nincs az elsők között. Az Apache helikopter komoly műrepülő tudást igényel, erről győzte meg a közönséget a herceg egy bemutató alkalmával. Búcsúképen Fülöp herceg és dédunokája György herceg. Vajon beszélgetette a kisfiúval a dédapja arról, hogy pilóta vagy tengerész, vagy haditengerészeti pilóta lesz-e belőle?